Kedves nézőink, ünnepnapokról érdemes beszélgetni, de most svát hónapot írunk, nem túlbi svátról fogunk beszélgetni, arról szerintem jövő héten tudunk beszélgetni, úgyhogy egy egészen másnap lesz most a téma. Baruch Oberländer a vendégem, Vasvári Pál utcai zsinagóga rabbi, a Budapest Ortodox rabbinátus vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Oberländer Baruch vagyok. Oberländer Baruch, igen, bocsánat, ez egy nyelvbotlás volt, és igaz. Svát hó tizedike, ami azért különleges, mert ugye ez egy haszid ünnepnap. Erről kéne, hogy egy kicsit beszélgessünk. Mi is történt ezen a napon, és hogy mi minden következik ebből a napból? No, hát akkor jó reggelt kívánok! Svát tizedike az most Sábeszre esik, és ezen a napon elhunyt a 6. Lubavicsi Rebbe, Josef Yitzchak Schneerson rabbi. 1950-ben New Yorkban, egy évvel később a veje lett a 7. Rebbe. Mi a különleges a 6. Lubavicsi Rebbenek? Sok mindenben különleges, de van itt egy nagyon fontos elvi kérdés, lényegében a történelemnek egy nagyon fontos, különleges pillanatában volt ott. Lényegében ő 1920 és 1950 között vezette a haszidokat. Bizonyos szemben azt lehet mondani, 1920-tól ő vezette a zsidóságot a Oroszországban, a Szovjetunióban. És mi ebben a különleges? A különleges az volt, hogy ott az államhatalom, a kommunizmus nagyon erősen harcolt a vallás ellen. Nincs iskolák, nincsenek, ne legyenek iskolák, zsidó iskolák, jösívák, zsinagógák, rabbik, sakterek. És ilyenkor az a kérdés, hogy hogyan kell hozzáállni? Hogyan kell hozzáállni? Mert mi a kérdés? A kérdés az, mindig van az a szükséges, a kisebbik rossz. Ez így igaz akkor a kommunistákkal szemben, úgyis így igaz 1940 óta, amikor az USA-ban, Amerikában érkezett, az szintén az a kérdés az asszimilációval szemben. Igen, azt azért jegyezzük meg, és azt azért volt jó a történelemre való utalás, mert ugye akkor a 6. Lubavicsi Rebbe volt az, aki tulajdonképpen Szovjet-Oroszországból áttette a mozgalom székhelyét, központját New Yorkba, és ez az is kérdés, és az is ugyanez az előző gondolathoz tartozik, hogy mekkora volt ez a váltás, hogy Oroszországban vagyok, vagy az Egyesült Államokban vagyok. Mert ugye mondjuk azt, hogy Amerika a lehetőségek hazája, a szabadság hazája, de mégis, ugye előbb említetted, hogy ott volt az asszimiláció, ami ellen a szekuláris gondolkodásra, ami ellen megpróbálta Rebbe küzdeni. Lényegében van a kettő között nagyon erős párhuzam van. A kommunizmussal szemben és az asszimilációval szemben, hogy az úgy, amit előbb említettem, az a kisebbik rossz. Ami azt jelenti, fogadjuk el az, hogy nincs zsidó iskola a gyereknek kell járni állami iskolában, de ennek árán, hogy nem fogunk feltűnni, legalább otthon tudunk a gyereket nevelni zsidóságra. Ha pedig nem küldünk el a gyereket iskolában, feltűnő, akkor kezdenek minket üldözni, akkor már otthon sincs biztosítva, mert lehet, hogy le fognak tartóztatni, nem fogom tudni nevelni a gyereket.
Igen, akkor a kérdés az, fogadjuk el a zsidóságnak a leminősített állapota, mert a gyerek jár olyan iskolában, ahol tanítanak az ateizmust, és ez ilyen kimondott a cél, hogy akkor a kérdés, mi az, amit tudok én otthon tanítani? És lényegében ez a kérdés ugyanígy az asszimilációban is, mondjuk beszélni még, amikor Amerikában érkezik, Amerikában van a rebe, hogy megint, gyerek járjon public schoolban, állami iskolában, utána egyetemre, igen, és akkor nem lesz se heide, se jesíve, és akkor mi lesz, mennyire lesz vallásos. Igen, de legalább Sábeszkor jön a szülővel a zsinagógába. Így akkor ez a kérdés, hogy akkor most alkut érdemes ezt az alkut elfogadni, vagy azt mondjuk nem, próbálunk ellenállni, lehet, hogy nagy részben nem fog sikerülni, de az a kis részben, amiben sikerülni, akkor megmentetem. Akkor az a kérdés, hogy érdemes ezt az alkut megkötni, akár a 20-as évek Szovjet-Oroszországában, ugye ezt a Jultrum Szovjetunió 1924-től létezik, addig Szovjet-Oroszország néven futott, vagy 1940-es évek végén az Egyesült Államokban érdemes ezt, illetve Magyarországon, ezek az 50-es években, vagy 2024-ben is bármilyen típusú alkut megkötni. Már most ugye szabadság van, de akkor is sokan lehetnek, illetve lehetnek olyanok, akik azt mondják, hogy én inkább a gyerekemet beiratom állami fenntartású, vagy önkormányzati fenntartású óvodába, állami fenntartású iskolába, de otthon mi megtartjuk a szokásokat, és péntek este szombaton elmegyünk a zsinagógába. Ezek az alkuk ma ugyanúgy állnak? Vagy akkor nézzük először a korábbiakat, a 20-es évek Szovjet-Oroszországát, illetve a későbbi amerikait és a magyart. Mondom, ez egy nagyon, nagyon nagy kérdés, és nem könnyű a válasz, mert ha sikerül megtanítani a gyereket, hogy ne figyel, amit mondanak az iskolában, hogy nincs Isten, és csak emberi, és csak az 5 éves tervek azok, amit lehet megvalósítani. Ha sikerül, akkor könnyű az élet. Nem csinálunk semmit olyan, ami feltűnő, közben a gyerek otthon megtanulja a zsidóságot, és igen, az se tökéletes. Miért? Mert Sábeszkor szombaton kellett menni iskolába, és akkor vagy a gyerek megszegi a szombatot, vagy nem. És akkor az már nem... Igen, azt mondja, hogy jó, akkor megszegi a szombatot, amikor ott van, utána hazajön és folytatja. Az már nem megmentem, az már egy fél zsidóság. Az igazság az, én azt hiszem, hogy általában az alkú, a kompromisszum az egy nagyon jó elv. Van is a halakában van egy vita arról, hogy jönnek ketten a Bézdinhez, a rabinátusi bírósága, az egy vita van. Tartozik nekem 10 000 forint, nem tartozok. Hogy akkor most milyen bizonyítékek vannak, nincsen bizonyíték, akkor van egy olyan elv, aki azt mondja, jó, akkor ki kell mondani, ki a tartozik, vagy nem tartozik. Ha tartozik, akkor teljesen, ha nem tartozik, akkor semmi. A másik azt mondja, próbálok mindig a kompromisszumra menni. Miért? Mert a kompromisszumban mindenki távozik valami jó érzéssel, nem veszítettem teljesen, és akkor ide a békesen, nyugalom, és könnyebben fogadják el. Tehát állapodjunk meg 5000 forintba. Igen, ha azt látjuk, hogy... Ugye, mert van olyan szélhámas, aki mindig azt mondja, jó, állapodunk meg, mi állapodunk meg, ha nem tartozok, mi az 5000 forint? Jó, mindenképpen ennek vannak árnyalatok. De mindenképpen a kompromisszum nagyon fontos. De a probléma az, amikor a kompromisszum azt a zsidósággal kette meg, jó, Sábesz nem lesz, de legalább lesz kóser. Nem lesz kóser, de legalább Sábeszkor péntek este megyünk a zsinagógában. Akkor a kérdés, hogy amikor megkapom, megvan a zsidóság, vagy nem? Kis részben sokszor úgy tűnik, és nagyon óvatosan mondom,
hogy ez lehet mondani kicsit a lelki, a spirituális fáradtság, nem akarom mondani ezt a szót, hogy lustaság, de mert azt mondja, hogy jó, nincs erem harcolni. Munka van, el vagyok látva, van lakásom, most csak a zsidóság miatt most kerüljek bajba. Értem. Ezzel nekem, tehát két dolog jut eszembe. Egyrészt az, hogy valóban előállhatott olyan helyzet, hogy az ember kvázi kénytelen volt kényelmessé válni, hiszen azt mondom, hogy ebben az alku folyamatban nekem bizonyos dolgokat föl kell adnom. De akkor másképp is tudom kérdezni. Beszéltünk már arról, hogy ugye a gyerekek, vagy a fiatalok miként állnak hozzá az idősekhez, hogy mikor van az a korszak, az kor az ember életében, amikor megtartja a tiszteled apádat, anyádat, elved, de mégis azt mondja, kritizálja, viszont ez teljesen normális dolog, hogy az előtte levő generációt kritizálja. Na most az a kérdés, hogy egy mai vallásos zsidó fiatalembernek van-e bármilyen szempontból joga ezeket a korábbi alkukat kritizálni, és azt mondja, hogy ugyan már gyerekeket, mi nem is értelek titeket. Mert is egy probléma lehet. Magától értettő, hogy az idősebb generációt kell kritizálni, ebben nem vagyok meggyőződve. Annyi igen, hogy utólag jobban lehet látni a helyzetet, és lehet mondani, húha, igazuk volt azok, aki azt mondtak, hogy alkuk el. Igazuk lehet. Én azt hiszem, hogy nagyon sok esetben ez a lelki fáradtság, a kényelem, jaj, ne harcoljunk, lakás van, munka van, no, akkor nem lesz sábasz. Hát, akkor nem lesz sábasz. Akkor a következő generáció már sábasz nélküli zsidóság lesz, és kóserság nélküli zsidóság, akkor mi az a zsidóság, ami megmarad nekik? Az a kérdés, hogy az al... Szóval, figyelj, még a mindennapi életben, mondjuk beszélünk egy vállalkozásban, ha az ember nem... Amit az ember belefektet, annak van esélye, amennyit. Ha sokat fektet bele, akkor van esélye nagy megtérülésre. Ha nem fektet bele, akkor nincs nagy esélye, hogy itt lesz előrelépés. Ugyanez igaz a zsidóságban is. Ha az ember nem veszi komolyan, és nem fektet bele energiát és minden, akkor nincs nagy esélye, hogy ebből lesz. Mondd, én ismerem sok olyan család, aki annyi, azt mondta, jó, sábasz, nem lehet elválni a gyerektől, a kóserság, de legalább zsidóval fog házasodni. Igen, de a második, a következő generáció, az unokák, akik már nem láttak otthon se sábasz, se kóserságot, akkor nekik a zsidóság az már egy ilyen, egy sokkal üresebb dolog volt, és az unokákat már nehezebben lehetett rávenni arra, hogy legalább zsidóval házasodjon. És ha még sikerült az unokáknak, akkor már a dédunokáknak már semmi nem maradt a zsidóságban. Mi a különbség zsidós, nem zsidó között? Ezért a nagypapa, vagy a dédnagypapa, amikor azt mondja, hogy húha, én azt mondtam, a lényeg legalább zsidóval házas, hogy nézd meg, már a unokám, már ez sincs meg. Ami azt jelenti, hogy én azt mondom, egy vállalkozás is komolyan kell venni, harcolni kell, és rizikót vállalni, mert csak így lehet felépíteni. És a zsidóság is olyan. Tenni kell, harcolni kell. Nem lehet kényelmesen, mert nem kényelmesen utána elmarad az egész. Ez volt a Lubavitch Rebbenek az álláspontja, és nagyon-nagyon kemény volt. Mert több hászit le lett tartasztatva úgy, hogy másnap kivégezték. Nem csak elküldték Szibériában, és két év múlva meghalt mert kimerülésben, hanem a másnap megölték, mert az egy nagyon kemény volt, de amikor Szovjetuniónak vége lett, ezt mondtak, hey, vannak helyi rabik, nagy tudású rabik, vannak szajferek, vannak sokterek. Hogy lett? Nem kell hozni külföldről, hanem megvan az alap. Igazad, ma már hoztak, mert olyan nagy számban nőtt, hogy már nem tudtak magukat ellátni. De volt működő zsidóság. 70 év óta kommunizmus van, és mégis volt egy működő zsidóság. Miért? Mert azt mondtuk, hogy nem szabad
nem szabad az alkot elfogadni. Igaz, hogy nem mindenkinek ez sikerült, de attól sikerült, a zsidóságnak lett folytatása. Ezért azt mondom, nagyon kemény ez, de mondom, a mindennapi életben se szabad ilyen kényelmesen hozzáállni a dolgokhoz, és a zsidóságban, a spirituális dolgokban se szabad. Ez volt a Lubavitch Rebbenek az álláspontja a kommunizmussal szemben, és ugyanez volt igaz, amikor megjött Amerikába, azt mondta, nem. Ne fogadjuk el egy higított zsidóságot, egy kicsit, mert a Szovjetunióban, ahol megszakadt, az teljesen megszakadt. A szülők még hászidok voltak, a gyerekek hívő kommunisták. Az asszimilációban az így általában ez így megy lassabban, de ott is erősebb megy. Azt mondta, nem szabad elfogadni, hanem zsidóiskolát vinni kell, tanítani kell. És hál' Istennek ma Amerikában tény az, hogy egyre több haszid és vallásos ortodox közösség nyílik, de nem beszélek most csak New York, Florida és Kalifornia, hanem ugyanúgy Texas és mindenféle ilyen távoli helyeken, és közben a reform és az úgynevezett konzervatív közösségek ilyen egyre kevésebb. Szóval a trend az, hogy ez megy fel. Miért? Mert ezt lehet továbbadni a gyerekeknek, ez egy autentikus tanítás, nem egy ilyen ilyen felhigított, nem egyszerű, az biztos. Azt akarom kérdezni, hogy akkor jól értettem, a nem kőkeményen ugyan, de azt mondod, hogy az alkú nem jó. Hát figyelj, a történelem követve... azt mutatta, hogy nem volt nagy, nem járt nagy sikered. Oké. Mi a helyzet azokkal, akik föl tudják újrafedezni magukban ezt a zsidó létet, azokkal, akik mondjuk Magyarországot hozom föl példaként, nem kevés ilyen emberrel beszélgettem, aki úgy nevelkedett föl, hogy fogalma nem volt róla, hogy zsidók. Onnan jött rá, onnan kezdte kapizsgálni, hogy mondjuk a nagymama péntek este, hát ott volt az asztalon két gyertyatart, és meggyújtott két gyertyát. Ebből először fogalma sincs, mondta, biztos péntek este valami... Romantikus. Igen, vacsora. Pontosan. És aztán előbb vagy utóbb szépen leesett neki, tehát aki csak innen kezdi el fölfedezni magába, azokkal is kell tenni sok mindent. Igen, lényegében ez volt az előző Lubavitch Rebbenek további lépése. Uh-huh. Azt mondja, azok, akik vallásosak, azok, akik hászidak, mindent tegyenek meg, hogy adják ezt tovább, harcolják ki, adják tovább. Azok, akik nem, próbáljuk őket fogadni és közelebb hozni. Lényegében azoktól ott alkot kell kötni velük, de alkot az ellenkező irányba. Ó, ők nem tartanak semmit, akkor alkó legalább a sábesz. Alkó legalább ugye, a kósesság. Az alkó az ellenkező irányba. Igen. Alkó az jó, nem abban az irányban, hogy sábesz nélküli zsidóság, és aztán kósesság nélküli zsidó nevelés, hanem fordítva. Igazad kellene az egész zsidóságot, de legalább kezdjük a sábesszal, kezdjük a kósesság, kezdjük a tfilin rakással, kezdjük a péntek esti kidúsal, mert akarsz, és ez se volt magától értető. Magyarországon például volt ez az erős, mert lényegében a neológia, az első generációban a neológia, a rabbiknak egy nagy része azok ugyanígy ortodox nevelést kaptak, sokan közülük, például a pozsonyi jesívában jártak, vagy hasonló helyen, csak ők azt mondtak, jó, el kell fogadni, a helyzet olyan, akkor igen, erre mikor jött a ketté szakadt
a zsidóságét Magyarországon, akkor az ortodoxok azt mondták, aki nem tart minden, aki, az ki van zárva. Az ki van zárva. Ez azóta is tart ez a... Az a döntés azóta is van. Az ki van zárva. Ez erre azt mondta a Rebbe, igaz, hogy az, aki vallásos, tartsa minden, és ne adjan ad a gyereknek egy rész zsidóság. De az, aki nem vallásos, fogadni kell. Maga az, hogy eljön a zsinagógában, az is már komoly lépés. Az, hogy eljön a zsinagógán, és még kidust is csinál, vagy legalább zsidó esküvő, vagy legalább alkot kell kötni, nem tart még minden, de legalább aktuális, éljen ez a zsidóság, ne halljon ki, hogy nyoma se legyen. Ez egy jó stratégia, amit ugye Rebbe kitalált, hogy megnyerni azokat, akik még nincsenek úgymond ebben a csapatban. Most jó, most... csak érted, ellentétes elvek vannak. Persze. A saját embereimnek ott nincs alku, és Ezt akartam kérdezni, hogy egy olyan ember, aki úgymond saját ember, tehát már benne van ebben a körben, tehát hogy ő nem érezheti azt, hogy hát minden figyelem az újonnan érkezők felé fordul, és én hol vagyok? Én is érezni akarom azt, hogy figyelnek rám, követnek rám. Szó sincs róla. Ez egy tök emberi dolog, tehát hozzátartozik, ez egy tök emberi dolog. Nem, szó sincs róla, hogy csak azokra kell figyelni, aki nem tartja, és fogd kezdeni tartani. Nem, mindenképpen figyel, erősíteni kell, hogy nevezünk ezt, a bázist, azt erősíteni kell, és magas színvonalon tovább vinni, és közben még figyelni arra. Nem, ez a probléma nem ott van. A probléma az van, hogy ugyanaz a rabbinak van két tanítása. Hogy mondja a mondás? A szája két oldalról beszél, valami ilyesmi. Hogy ennek azt mondja, nincsenek kompromisszumok. Adja a gyerekeknek mindent, taníts meg, te is, tartsod magadat a 100%-hoz. A másik embernek azt mondja, 5%, óriási siker. 95%, csak 100. 5%, azt mondja, ez a probléma, és ez lényegében nem szabad elítélni. Ez volt az ortodox álláspont itt Magyarországon. Azt mondták, ha el fogunk fogadni a 90-80-70%-ot, akkor a saját embereink is fognak gyengülni. Ahhoz, hogy a saját emberek ne gyengülnek, azt kell mondani, aki nem tartja a 100-at, az semmi. Erre azt mondja Rebbe, hogy lehet két irányzatot egyszerre, ugyanabban a közösségben. Ami érdekes, az apám mindig szokta mondani, hogy azokban Magyarországon, azokban a közösség, hitközségekben, városokban, ahol nem volt két hitközség, ami azt jelenti, hogy elvileg maradt egy hitközség, ami ortodox volt, csak abban mindenki benne volt, azt mondja, tényleg az, hogy gyengült az a hitközség. Azt jelenti, hogy az ortodox nem volt olyan kemény ortodox, mint az, aki ketté vált. És akkor példának azt mondta például pápa. Pápa volt ott, egyik oldalon azt mondjuk a löv, ott indult el, és magyar nyelvű prédikáció volt, a löv elment, és utána a pápán soha nem volt két hitközség. Volt ortodox és haszid. És volt egy idő, amikor ilyen feszültség volt, utána kibékültek, de az ortodox hitközség egy ilyen gyengébb hitközség volt. Miért? Mert voltak olyanok, akik nem voltak szombattartók, és része voltak a hitközségnek, és az emberek azt mondták, hogy mellettem ül, az nem tartja a szombatot, és tagja a hitközségnek, akkor most... De hát ma már ez inkább működő, az ember érti, hogy felfele kell törekedni, valaki nagyon magas a sikerül, valakinek nem, de ez nem jelenti az, hogy aki magas szinten van, az neki gyengülni kell. Ez is volt a Lubavitch Rebbenek a tanítása, és ez főleg kezdte Amerikában. Mert a Szovjetunióban nem volt még szó arról, hogy visszahozni az embereket. Na ezt akartam kérdezni, mert ez is érdekes, hogy ugye azáltal, hogy a Rebbe itt kezdte és itt fejezte be két különböző helyen, két különböző stratégia, hogy pontosan ez a kérdésem, hogy
ez a stratégia váltás, és hogy most kicsit mennyire volt forradalmi változás, akár a haszit közösségen belül is, és hogy ezt mennyire sikerült, mennyi dolog sikerült teljes mértékben elfogadtatni. Ez az, amit szaknyelven héberül kirúvnak szoktak mondani, vagy angolul outreach. Amikor a Lubavitch Rebes kezdte, és főleg lehet mondani 1940-ben, mert ahogy mondtam, a szovjet júdiak, főleg az volt, hogy a vallásos közösség maradjon vallásos, ne adjon fel, harcoljon a gyerekeért. Amerikában már az volt, hogy próbáljunk visszanyerni azok, akik eltávolodtak. Amikor ő ezt kezdte 1940-ben, az nagyon szokatlan volt, és volt, aki még rossz szemmel is nézte, mert azt mondta, huha, ha itt fogsz kompromisszumot kötni, akkor a saját embereid is fogsz gyengíteni ezzel. És még az 50-es években is, a 60-as években még mindig néztek ezt rossz szemmel, de utána a 60-as években lett az az úgynevezett a csúva mozgalom, hogy 20 év után egyszerűen már egyre több gyümölcs is lett ennek. Tényleg nem vallásos gyerekek, vallásosak lettek, teljesen vallásosak, haszidok, és utána volt a 6 napos háború Izraelben, ami egy óriási változás, egy ilyen spirituális ébredést jelent, és akkor megváltozott az egész, és most már az egész ortodoxia a kirúvat elfogadja, egy kicsit marad mondjuk ez a szatmári közösség, akik még itt próbál, még mindig nem teljesen, de még nagy részben még mindig ezt a magyar ortodoxia, ami abban az időben volt, hogy vagy 100%, vagy semmi, de ott is már teljesen jó szemmel nézik. Jó, mi nem vagyunk képesek erre, de emlékszem, még az apám is azt mondta nekem, te mész lakni Budapestre, ahol nincs vallásos infrastruktúra, nincs kiépítve az egész vallásos rendszer, és ami van, az is szűk kört érint. Milyen hatással lesz ez a gyerekekre? És úgy ezt mondtak az összes rabbira, sliákra, amit a Rebbe küldött, hogy lehet, hogy. De hát a gyakorlat azt mutatja, hogy a gyerekek átveszik a szülőktől az, hogy és közben lehet hatni, kiépíteni a közösséget. Hál' Istenem, Budapestre most kiépült. Van kóserbolt, és van vágás, és van mikve, és van iskola, és van jesíva, és van több. Ami azt jelenti, hogy látszik, hogy ha azt beszéltük előbb, hogy utólag lehet kritizálni. Nincs mire kritizálni. A rendszer működik. Ebben említeni kell, hogy természetesen a modern technológia sokat segített. Az egyik nagy probléma volt a gyereknek a nevelése. Ha nincs iskola, ahol tudok olyan szinten nevelni a gyereket, és erre volt egy ilyen kiegészítő az iskolának online. Online, ahol több haszid gyerek együtt iskola után, a helyi iskola után még online-on tanulja, amit egy rendes haszid, aki Jeruzsálemben lakik, vagy New Yorkban lakik, tanulja meg úgy, hogy a távolságban nem jelent, de az is nagyon sokat segített, de hát nem az a cél. A cél az, hogy legyen elég helyi gyerek, aki tud tanulni. És ez az, amit például nálunk a Beit Menachemben, amit a feleségem vezet, ott nem vallásos gyerek, aki beiratkozik, megkapja a hébert és minden, amit ő akar, és az a vallásos gyerek, aki még pluszban szeretne még humást, heti szakaszt tanulni, még plusz misnát talmodat, arra is van lehetőség, hogy azt jelenti, hogy sikerült helyben megteremteni az igényt és a lehetőséget. Világos. A Vasváriban mi történik Svát 10-én? Svát 10-én, ugye ez egy Jarcájt. Jarcájt, ahol a Jarcájt, amikor emlékezünk
az előző rebbére, aki ezen a napon hunyt el, illetve emlékezünk az új rebbére, aki egy évvel később lényegében az alapelveket, amit az apósa elindított, azt itt nagyon, és akkor szerintem az, ezen a szinten, illetve haszid elveket, tanításokat, amit a rebéktől vannak. Szóval szerintem péntek este lesz egy nagy Farbrengen, ahol emlékezni fogunk ezekre a dolgokra, tanulni, átvenni, beszélgetni, úgy lesz egy nagy kidús, és akkor ezen belül ezekről és más dolgokról. Ugyanakkor ne felejtsünk el, az előző Lubavitcher Rebbe az csodarabbi is volt, de hát itt beszélek a legfontosabb tanításaira, mert azt a csodarabbi volt, azt mi nem tudunk utánozni. Én legalább nem tudom. Mert én nem vagyok csodarabbi. Tudok beszélni róla, de hát azt utánozni nem tudok. De azokat a tanításokat, amit mondod, azt el tudunk sajátítani. És ez fontos is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni, és természetesen Sabbat Shalom, Gut Shabbos. Gut Shabbos kívánok mindenkinek, és jöjjetek, és vegyetek részt ezen a Chassid Farbrengen. Péntek este kezdünk, 4:45-kor lesz a mincha, utána a Kabbalah Shabbat szombat fogadása, és utána a Chassid Farbrengen péntek esti vacsorával. Köszönöm szépen.